Na, üdvözlök mindenkit, Dávid vagyok, ez egy vasárnapi agyhalál shorties. Tehát az a lényeg, hogy vasárnapi agyhalál tematikába illő, viszont rövid dolgok, amiket vagy egy régebbi agyhalálhoz raktam volna, vagy úgy nem illik bele a dologba. Most előbbi van, ugyanis Action 52. Egy érdekességet találtam. Most le fog menni egy videó, amit én felvettem már előre, és akkor utána folytatjuk. Jaj, gyerekek, nézzük meg ezt a Billy Bobot! Mert már felbasz. Egyszerűen olyan fasságokat találtam abban a játékban, hogy hihetetlen. Először is azért nincsen cím, mert elcseszték a memória azért, a memória mappinget. Miért is mondom ezt? Úgy itt, hogy 0000000, ugye a pontszámok. Most, hogyha elkezdtek írni itt a 320-as sorba, amit tudom én, 01, 02, 03, és így tovább, ezt gyorsan megcsinálom, hogy lehessen érzékelni azt, hogy mi a faszom van itt. Úgy. És elindítom. Ugye most nyilván meghalok. Kiadja azt, hogy 9 élet. Ugye a 330-as az az életet mutatja. És azért van ott 01, mert a pontszám jelölő az itt van benne. Tehát ez a 320-as byte tulajdonképpen az utolsó, tehát a pontszám utolsó száma. Szóval ez egy ilyen kalapszar. Ugye itt lenullázom, mert ennek itt semmi értelme. No, és akkor nézzük a játékot, mert közben rájöttem arra, hogy a 334-es byte, ami ez a 00-as, most ugye 01, az 00, tulajdonképpen ez a sebzésmérő, szóval hogyha most itt belemegy, akkor megy lefele szépen, de én nem fogok meghalni emiatt. Úgyhogy nézzük meg, mi a faszom van ezen a pályán, mert túljutottam előbb a kettes képernyőn, csak nem vettem fel. Én meg van ez a furcsa jumpscare hang, ez nem tudom micsoda. Na nézzük, mi van erre fele. Azt a kurva bazd meg, mi van ezen a pályán, hogy néz ez ki? Akkor mégse abból a két képernyőből áll. Tovább jutottam a pályán. Hát ez nagyon Indiana Jones-os kopja egyébként. Tehát könyörgöm, hogy normál játéküzemmódban már 60 milliószor meghaltam volna. És ott a pálya vége, Getz. Bazd meg, második pálya! Na ez a... Fú... Nem tudom, miért adja ki ezt. Jó, itt meghaltam. Aha, ez az első szint. Jó, nem baj, most van életem bőven, bár mondjuk... Alapesetben nem lenne. Aha! Jó van. Jó, vissza tudtam glitchelni magam. De ezt már nem fogom... ...érvényesnek találtatni. Úgy, fölmászok. Menjünk. Aha, itt is fel kell mászni. Megint. Hát már hány milliószor meghaltam volna már, szóval ez a durva. Ó, megint egy ilyen pit. Megint egy ilyen picike. Ó, most már nagyon nagy pit. Tehát látszik, én is meghaltam a levegőben, ezt nem fogom elfogadni. Akkor itt másszunk felfele. Gondolom, akkor erre lehet. Aha. Ez... Hogy ezen a platformon állok, aha. Aha, érdekes. Ó! Értem. Föl tudok kapaszkodni. Jó, harmadik pálya. Mi a szar? Bam! Cheetah Man, bazd meg! Mit keresi Cheetah Man? Bazd meg, ez a nem létező harmadik pálya, de mi a fasz? Bazd meg! És itt is itt vannak az összes kurva ellenfelek. Gyerekik, bazd meg!
Action Enterprises! Bazd meg magad! Na, és akkor ebből a felocsúdásból folytassuk a játékot. És ez már igen, most már nem az előre rögzített felvétel megy, hanem amit én itt már elkezdtem. Hát ugye elmentettem Safe State-ben. Itt is megcsinálom azt a hack-et, hogy kicsit magasabbra viszem, hogy... még itt nem befolyásolja a minőséget. Akkor nem akarok meghalni. Most kicsit ugye le fog lassulni a játék a villodzás miatt. Nem tudom, hogy esetleg... hát lejjebb össze, mit tudom, mint 16... talán nem árt neki. Jó, az még nem árt neki. Hát befagyasztani nem tudom az értékek, mert ez nem egy FCAUX, meg Mishawk. Ezeket a futószalagokat nem is láttam még ebben a játékban. Ezek olyan sprite-ok, amik nem is... ezeket még nem láttam ebben a játékban. Ilyen furcsa feliratok ezek itt. Jó van, hát ezt hogyan vettem volna észre? Ja, kicsit arrébb kéne menni a képernyőn, jó van. A levegőbe megy, bazd meg, mi a faszom vagy te? Ezek is, működik a fizika. Lesodor balra, meg jobbra. Nagyon jó. Érdekes. És hosszabban... mert ez nagyon, nagyon gyenge. Hát, komolyan mondom, a létrák, meg ilyenek. Mindig ugyanazok az ellenfelek vannak itt. A faszom. Mi a faszom ez? Na jó van, gyerekek. Ez mi a rosszabb? Ezt csinálok ebbe egy Safe State-et valahova. Hát ez mi a franc, ezt nem is láttam még ezt. Ezt csináljuk meg itt újra. Picit folyam vissza az értéket, mert meg fog lenni a gecibe. Ja, nem azt az értéket kéne felvinni, nem ezt. Kicsit akkor lassabb lesz a játék, de nem baj. Oké, készen van. Ennyi volt. Itt megint nincsen szöveg. Azt hiszem, Ariesnek hívják, már nem tudom, az a baj. Negyedik pálya. Jó, neki nem kell megint. Igen, jó, ez ezen így lassítva. Egy jó kis zenei alap lehetne. És itt van a hangeffekt. A Sam Cheetahman 2-ben nem volt semmilyen hangeffekt? Azt a kurvát. A The Lost Halls-ból az ellenfelek meg. Hát ez nagyon jó. Még B mennyiséget tudok sérülni. Ez így nem lesz jó. Akkor visszalassítjuk a játékot. És van 48 sebzésem. Hát én most ezen végigrassolok, most én nem csinálok ebből problémát. Jó, még a képernyő is mozog, hát szenzációs valami. A blokkok maga, mint a Mario-ból lettek volna kivelve, az meg az Underground-ból. Ó, meghaltam. Ah, titkos élet. Tizedik pálya. Aha. Ez mi a... ez meg mi a... jó, azt hiszem sikerült kiglitcheltetnem ezt az egészet, mert rossz pályát töltöttem be neki. Mindjárt ezt megcsinálom, akkor megvan egyébként, hogy melyik bár, csak most ilyen pillanatban nem veszem észre, pedig itt van, hogy melyik az, ami azt mozgatja, hogy most melyik pályára kell lépni. Azt hiszem talán ez az. Megnézem. Ez a vége! Jó, mindjárt jó lesz.
hogy... Ja nem, ez még a izé 6-os pálya, akkor megyünk még egyet vissza, ez nem jó. Akkor megyünk még egyet vissza, más, hát teljesen képzavar vagyok, hogy melyik pálya. Hát... Jó, hogy az az eséssel kicsit elbasztam a dolgokat, de hát... mondjuk azt, hogy ez a pálya nem volt semmi extra. Milyen magasra leszek, még sincsen bajom. Ez minek van itt, hogyha nem vezet sehova? Kurva így belassít ezt hallgatni. Meg nem ér, semmi értelme ekkora ezért feltenni magamnak. Így. Ez itt előbb ott beszfogott, ez bizony az utcsó ellenfél. És itt fogadni a minden igaz, úgyhogy visszaadok magamnak egy kicsit nagyobb aftát. Igen. És meg is halt. Viszont hibással halt meg, nem is szabadna meghalnia. Ez kinyit font. Még egyszer megnézem ezt. Mert ennek nem szabadna így történnie. Olyan vicces, hogy a crash-elős hang van pont a... Na, és ennyi a játék. Szóval az utolsó felemfel is le van győzve, és így ennyi a történet, úgyhogy ez volt egy ilyen kísérleti videó, ez a vasárnapi agyhalás shorties. Úgyhogy hát lehet lesznek ilyen érdekességek, ilyen tök rövidek. Úgyhogy sziasztok!